Müller a legrutinosabb nyomozóival ment ki arra a helyre, ahol Rolfot és Barbarát megölték. Ezt is a főnöknek fogd. Nincs semmi. Egyáltalán semmi. Semmi az égvilágon. Parabellum. Müller még két öreg munkatársát, Rafkét és Hillét is magával vitte. A 20-as években velük együtt vadászott bűnözőkre, Hitler nemzeti szocialistáira és Telman kommunistáira. Nem helyezte át őket a gestápóhoz, ahol minden nyomozó tehetetlen volt a szakértők, az ügynökök, a lehallgatók segítsége nélkül. Ezek az öregek kizárólag az eszükre és a tapasztalatukra támaszkodtak. Ahhoz a gyilkossághoz hasonlít, amelyet Münchenben göngyölítettünk fel. Az Egmont Strasszén? Igen, a 9-es számú házban. A 8-ban. A pasas a páros oldalon nyírta ki őket. Micsoda memóriád van? Te panaszkodsz a magadéra? Jódot iszom. Én meg vodkát. Te tábornok vagy, te vedelhetsz vodkát. Adjál tüzet. De mi honnan vennénk pénzt vodkára? Hagyd magad megvesztegetni. Hogy aztán meg a hóhéraid kezébe kerüljek. Nem, barátom, akkor már inkább maradok a jódnál. Ahogy gondolod. Egyébként elhiheted. Szívesen elcserélném. Elcserélném. Az én vodkámat a te jódodra. Túl sok a munkád. Most még igen. Nem sokára egyáltalán nem lesz. Nos, Günther, nálad van már valami? Valami már van. Van, van. Azért már van valami. Mondd csak. Mivel fested a hajad? Hennával. Tudod, nem volt már se fekete, se ősz. Olyan tarka volt. Szegény Elza meghalt. A fiatalja pedig a fiatal katonákat szereti, és nem az öreg nyomozókat. A katonák a fronton vannak. És ha rokkantak? Na jól van, hagyjuk. Nos, mi van? Ha szóval, egy vénasszony. A szemben lévő házból. Egy órával ezelőtt látott egy asszonyt, és egy katonát. Az asszony egy csecsemőt vitt. Szemmel láthatóan nagyon sietett. És milyen öltözet volt azon a katonán? Hogy milyen? Egyenruha. Én sem gondoltam, hogy kincstári gatyában volt. Milyen egyenruha? Az a feneség, hogy tábori öltözet. Jó, tábori, de milyen? No. Én úgy tudtam, hogy ti fekete mundérban járatjátok a katonáinkat. Fütyülök arra, öregem, hogy te mit tudtál. Azt mondd meg nekem, milyen kocsival ültek. Autóbuszra. Hogy autóbuszra? Hát úgy. A 17-esre. És merre mentek? Arra, a centrumba. Scholz. Ellenőrizzék a 17-es autóbusz egész vonalát. Az ongorista nő és az őr. Mi? Honnan a fenéből tudjam, hogy hívják? A maga dolga kideríteni, hogy mi a neve. Ez az első. A második.
Mondja meg Bittnernek, hogy azonnal kerítse elő az őr dossziéját. Honnan való, kicsoda is, kik a szülei. Röviden az egész szolgálati listáját küldje ide azonnal hozzám lóhalálban. Ha kiderül, hogy a fickó csak egyszer is ugyanott volt, ahol a mi Stirlicünk, azonnal közölje velem. Itt Müller, a föld alatti állomásain, a rendőrség figyelje a gyermekes anyákat. Adja le a személyleírást és mondja azt, hogy gyilkos. Fogják el. Ha tévednének és többet fognának el, megbocsátok nekik. Csak az ki ne csúszson, akit én keresek. Gyermekmenhely, Mozartstrasse 7. Bocsánat, látni szeretném a kislányomat. Sajnos most nem teljesíthetjük a kérését, etetjük a gyerekeket. De én a frontról jöttem, csak egy fél napra, még ma. Nagyon sajnálom, kedves uram, de most a gyerekek nincs kivitelni... itt valaki, akivel az irodában, akivel, hát... A tisztviselők közül már senki nincs itt. Vagy a frontra mentek, vagy a gyerekek mellett vannak. Ne haragudjon, de nekem is dolgom van. De... Akkor hát mikor láthatom a lányomat? Jöjjön vissza fél óra múlva, és akkor nem lesz semmi akadálya. Nos? Baj van. Várni kell fél órát. Hát akkor várunk. Üljön le. Nyugodtan várhatunk. Nem lehet semmi baj, hiszen nem tudják, hogy hol vagyunk. Igen, de jobb minél gyorsabban eltűnni a városból. Ezek mindig megtalálják, akit keresnek. Nem menne el egyedül? Aztán én könnyen utolérem magát, ha sikerül. Nem. Nem megyek sehová, itt maradok magával. Ezt a fronton szerezte? Mit? Hát, ezt. Igen. A fronton. Miért? Semmi, csak úgy. Vityebsknél. Ott is harcoltam. És a kislány anyja, a felesége hol van? Elment. Hogy elment? Csak úgy egyszerűen. Mikor megtudta, hogy kórházban vagyok, hogy légnyomást kaptam, nem voltam többé érdekes neki. Beadta a gyereket a menhelyre és elment. Összeállt valakivel.
tudja mit, beszéljük meg, hogy hol találkozunk, és menjen el. Mondtam már, hogy sehová sem megyek. Itt fogom megvárni magát. Különben sincs hová mennem ebben a városban. Igen. Müller 2 órája nem jelentkezett. Stirlitz érezte, hogy Müller számításaiba valami hiba csúszott. Úgy látszik, valami nem stimmel náluk. Valami nem stimmel. Mi történhetett? Bármi történt is, egy kis haladékot szerzett nekem. Ki kell használnom az időt? Emlékeznem kell mindarra, ami ahhoz a bőrönthöz fűződik. Hol, mikor és miért? Fel kell elevenítenem a legapróbb részletekig azt a napot, és be kell bizonyítanom, hogy véletlenül kerültem Ervinék házához. Ez 21-én történt. Reggel 8 óra körül. A központból küldött válaszért mentem Ervinhez. A téren sok kocsi állt. A romeltakarítók dolgoztak a bombázás után. Körülbelül 20 percig áldogáltam ott. Eddig kitűnő. És azután? Azután a Dorothea Strasse-n mentem. Végighajtottam a Bayreuther Strasse-n, befordultam balra, de a rendőrök nem engedtek tovább, mert valami időzített bomba miatt lezárták az utcát, és elterelték a közlekedést. Ezért kerülőt kellett tennem a Köpenick-Strasse-n át a laktanya mellett. Tehát kerülőt tettem a Köpenick-Strasse-n át. Ott ismét megállítottak. Végleg megállítottak. Arra a rendőre kellene emlékeznem, aki megállított, és akivel beszélgettem is. Emlékeznem kellene rá. Szerencse, hogy olyan jól megjegyeztem az arcát. Nem akartam Ervinre és Kétére gondolni, és ezért fordítottam olyan figyelmet erre a fickóra. Elneveztem magamban TBC-snek. Igen, folyton köhécselt. Jól emlékszem. A társát nem is figyeltem meg, de ez folyton köhécselt. Jól emlékszem az arcára.